Sok szeretettel köszöntöm a kedves érdeklődőket. Daróczi Zoltán vagyok, és közel 30 éve foglalkozom integratív orvoslással, természetes gyógymódokkal. És szerte az országban számtalan előadást, képzést tartottam már a témában. E kis film aktualitását az adja, hogy a tél támad. A tél után pedig jöhet a szeles tavasz. A kezemben tartott Piokál arcmaszk, amiről szeretnék most egy picit beszélni. Az anyaga ugyanaz, mint egy előző kisfilmben lévő Piokál talbetétnek. Ugye a Piokál talbetét egy keringésjavító eszköz, ami egy kellemes hőérzetet ad, és segít a keringésnek a javításában, valamint a méregtelenítésben. Az arcmaszk ez abban tud segíteni, hogy a különböző orr, arc, homlok, üregi problémákat segít harmonizálni, beindítani a szervezet belső öngyógyító mechanizmusát. Természetesen, amikor használjuk, ne felejtsük el, hogy az orr résznek vágjunk ki légzőnyílásokat. Amikor felteszem az arcomra, van két kis gumipánt, amivel lehet rögzíteni a homlok és a áll alatti területen. Nagy előnye a talbetéthez képest, hogy még a talbetét egyedi egy embernek szól, egy ilyen puha papír törlőn be lehet tenni, és akkor ezt az egész család használhatja. A használói beszámolnak még arról is, hogy mindenféle arc ráncosodást csökken, késlelteti a bőr öregedését, segíti, hogy a arc bőrben lévő különböző kis toxikus anyagok könnyebben eltávolzzanak a testből. Tehát arról számolnak be, főleg a hölgyek vették ezt észre, hogy fiatalítja a használata az arcbőrt, és hatékonyabbá tesz mindenfajta arcradír és egyéb arckozmetikai eszközt is. Tehát bízom benne, hogy tudunk egy lehetőséget adni, de ha csak a szeles idő ellen tudunk egy lehetséges védelmet adni, már én úgy gondolom érdemes kipróbálni. Bővebben állok szívesen rendelkezésükre a megadott elérhetőségeimen. Köszönöm szépen!